Felzárkóztató munka. Az egyházak hatékonyan tudnak segíteni a hátrányos helyzetű településeken. Hodászon több intézményt működtetnek, nyilatkozta a felzárkózásért felelős államtitkár. A szociális munka napja. Reformokkal és pályázati forrásokkal a kormány sokat tett a segítő munkát végzőkért és a segítségre szorulókért egyaránt, hangzott el egy nyírbátori rendezvényen. Fejlődő tanyák. Az elmúlt 3 évben közel 6 milliárd forint költségvetési forrást biztosított a kormány tanyafejlesztésre, elsősorban az utak rendbetételére és villamosításra. Több intézményt is működtet a görögkatolikus egyház Hodászon, a Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A településen magas a roma népesség aránya, így rendszeresen tartanak cigánypasztorációt, ahol a szertartás cigány és magyar nyelven zajlik. Az egyház óvodát is működtet, amelyet uniós és hazai forrásokból építettek. Az intézmény 4. születésnapján részt vett Kovács Zoltán felzárkózásért felelős államtitkár, aki szerint az egyházak hatékonyan tudnak segíteni a hátrányos helyzetű településeken. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található Hodászt a 100 évvel ezelőtt született Sólya Miklós parókus tette ismerté, aki 40 éven keresztül teljesített lelkészi szolgálatot a községben, létrehozta a cigányegyház községet, és sokat tett a romák felzárkóztatásáért is. A parókus életművéhez méltóan a Hajdúdorogi Egyházmegye 3 évvel ezelőtt megalapította Hodászon az Angyalok Kertje görögkatolikus óvoda és bölcsödét. Azért jó, hogy járnak a gyerekek, mert mit... Énekelnek, imádkoznak, reggeli imával kezdenek, mikor van szertartásunk, akkor ugyanúgy a gyerekek eljönnek a misére. A Hodászi Angyalok Kertje görögkatolikus óvoda és bölcsőde születésnapi ünnepségén részt vett Kovács Zoltán államtitkár, aki szerint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkóztatásában fontos szerepet játszanak az egyházak, ezért az állam lehetőségeihez mérten segíti munkájukat. Én azt gondolom, hogy az egyházak és a karitatív szervezetek sokszor sokkal hatékonyabban tudják elvégezni azokat a feladatokat, amelyeket az államnak kell vállalnia sok esetben. A tapasztalataink az elmúlt 2-3 évben azok, hogy sok közösségben az egyház az maga pasztorációs tevékenységével, azzal a karitatív tevékenységgel, amelyel korábban is jelen volt, ezt a hatékonyságot nagyban tudja növelni. Hodászon az óvoda mellett átmeneti szállót, valamint idősgondozót is működtet az egyház, és a roma közösségnek temploma is van, amelyben rendszeresen tartanak pasztorációt, ahol a szertartások cigány és magyar nyelven zajlanak. Az egyházmegye püspöke szerint az egyházak munkája révén a településen nincs ellentét a romák és a magyarok között. Itt az óvodában is együtt élnek a cigányok és a magyarok, illetve az intézményeinkben is jelen vannak, persze nagyobb számban cigányok, hiszen ez jobbára a cigánytelepen van ez az intézményünk, ugye a cigánytemplom is, de nagyon szívesen átjönnek ide a magyarok is, úgyhogy itt Hodászon, hála Istennek, Európa hírű az, amit itt a görögkatolikus egyház meg tudott valósítani az együttélés érdekében. A hodászi egyházi intézményekben tett látogatása után a felzárkóztatásért felelős államtitkár megtekintette a településen működő roma tájházat is. A segélyezési rendszer átalakításával, a foglalkoztatáspolitikai reformokkal, valamint az új Széchenyi terv pályázati forrásai révén a kormány sokat tett a segítő munkát végzőkért és a segítségre szorulókért egyaránt. Erről Soltész Miklós, a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára beszélt Nyírbátorban. A városban hagyományteremtő szándékkal szervezett programot a Szociális Munkanapja alkalmából a Nyírbátor és Vonzás körzete több célú kistérségi társulás. A nyírbátori kistérségben az elmúlt években több olyan program valósult meg uniós és hazai forrásból, amely a térségben élő hátrányos helyzetű rétegek munkavállalási esélyeit javította. Az egyik a Lépést tartunk komplex felzárkóztató és fejlesztő program volt, amelyre több mint 200 milliós uniós forrást nyertek. Ennek a programnak a célja az, hogy a hátrányos helyzetű embereket megpróbáljuk integrálni a munkaerőpiacra, illetve azokat az embereket próbáltuk meg bevonni a programba, akik gyedről visszatértek, elavult szakmával rendelkeznek, vagy esetleg szakmával még nem rendelkeznek, illetve tartós munkanélküliek. Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, a hátrányos helyzetű kistérségekben az átlagosnál is nagyobb teher nehezedik a szociális és gyermekvédelmi szférában dolgozók vállára, akik ennek ellenére lelkiismeretesen, példás hivatástudattal végzik a munkájukat. Az elmúlt 2 esztendőben közel 1,5 milliárd értékű pályázati pénz jött a térségben, főként szociális célra, de ez nem azt jelenti, hogy csak a szociális munkát segíti ez a pályázati összeg, hanem
rengeteg beruházás van ebbe. Szociális központok felújítása, ifjúsági klub kialakítása, settlement házak kialakítása, biztos kezdet gyermekházak létrehozása. A rendezvényen részt vett Soltész Miklós államtitkár, aki szerint a megye jelentős forrásokhoz jutott a munkaügyi pályázatok révén, amely hozzájárult a foglalkoztatás bővítéséhez is. Mindemellett a segélyezési rendszer átalakításával, a Start programmal a kormány sokat tett a segítők és a segítésre szorulók érdekében. Nagyon sok jutott ebbe a térségbe, és jól is használják föl az itt lévők. Tényleg csak gratulálni tudok nekik és köszönni, hiszen ezáltal jut el a rászorultaknak a segítség. Másik oldalról pedig az a törekvés, és ez a, van is egy kettősség egyébként ebben a térségben, ha így vesszük, mert rendezettek a falvak sok területen, nagyon sokan szorgalmasan dolgoznak, és másik oldalról meg ott van az a szegénység. Valahogy ezt a kettősséget kell egyre inkább megszüntetni. A rendezvény végén a szociális munkanapja alkalmából elismeréseket adtak át a szociális területen kiváló teljesítmény nyújtó dolgozók részére. Az elmúlt 3 évben közel 6 milliárd forint költségvetési forrást biztosított a kormány tanyafejlesztésre. A programban elsősorban az utak rendbetételére, villamosításra és termelői piacok kialakítására pályázhattak az önkormányzatok, illetve a tanyagazdák. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Balkányban tájékoztatotta a program eddigi eredményeiről. Magyarországon mintegy 300 ezeren élnek jelenleg tanyán. A kormány és a Vidékfejlesztési Minisztérium továbbra is kiemelt figyelmet fordít a vidéki települések külterületén élő emberek gazdálkodók életkörülményeinek javítására, megkönnyítésére. A Balkány melletti tanyán élő Dirbász Jánoshoz is a tanyafejlesztési program keretében fogják hamarosan bevezetni az áramot. Most már a villany lesz, persze, akkor már nem kell lesz az a motoros szivattyúk meg ilyen agregátorok, hanem a villanyt felkapcsoljuk, és már fog működni minden. Az elmúlt 3 év alatt mintegy 5,8 milliárd forint összegben 963 pályázó nyert támogatást az országban. A balkáni önkormányzat több pályázatot is benyújtott, hiszen 36 tanya tartozik a területéhez. 36 kilométer keresztben a tanyai települések megközelíthetősége. Ez óriási feladatot ró az önkormányzatra, és ezért is nagyon örülünk annak, hogy a tanyafejlesztési program elindult, és most már mondhatom büszkén, hogy másodszor is sikerült pályáznunk és nyernünk. Első körben a dűlőutak fejlesztésére, rendbetételére nyertünk eszközöket, grédert, tárcsát, most pedig egy termelői piac kialakítására nyertünk pályázatot. Ez mindenképpen ezeknek a tanyáknak a további éléséhez szükséges. Budai Gyula államtitkár elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyre nagyobb mértékben veszi ki részét a programból. Ebben az évben 42 nyertes pályázó volt, legjelentősebb források a tanyisi termékek piacra jutására lettek, hogy így mondjam, odaítélve, vagyis a helyi piacokat igyekeztünk preferálni, de ebben az évben már 4 olyan pályázat volt, ami a villamosításra vonatkozott, 2 önkormányzat és 2 egyéni tanyagazdálkodó. Jelentős források mentek a tanyasi utak karbantartására, a tanyagondnoki hálózat megerősítésére. Budai Gyula azt is elmondta a rendezvényen, hogy a tanyafejlesztési programot tovább folytatja a kormány, amelybe uniós forrásokat is szeretnének bekapcsolni. 2020-ra a tervek szerint minden tanyára bevezetik az áramot. Újabb családtámogatási formákat vezet be a kormány jövőre, egyebek mellett újra lehet majd dolgozni a gyes és gyed mellett, valamint a babakötvényt is megújítják, hangzott el a Fidesz nyíregyházi tájékoztatóján. Simon Miklós és Vinnai Győző országgyűlési képviselők elmondták, leveszik a terheket a családok válláról, amihez hozzájárul például az ingyenes készpénzfelvételről szóló parlamenti döntés is. Az elmúlt 1 évben jelentősen drágultak a banki szolgáltatások, ezért döntött úgy a kormány, hogy lehetővé teszi a havi 2-szeri ingyenes készpénzfelvételt, maximum 150 ezer forintig, kezdte a Fidesz tájékoztatóját Vinnai Győző. A kormánypárti politikus kiemelte, mindenkinek nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e élni a lehetőséggel, és ha esetleg több bankszámlája van, akkor melyiknél szeretné érvényesítetni a lehetőséget. Január 20-áig lehet jelezni az igényt a bankok felé, a rendszer pedig február 1-én lép életbe. A politikus hozzátette, a kormány a családokat, a gyermekvállalás előtt állókat is segíti, többek között a babakötvény megújításával is.
startszámlát kell nyitni, amikor megszületik a gyerek, és erre kapnak egy életkezdési támogatást 42.500 forint értékben, és minden évben az állam infláció fölötti kamatprémiumot ad 3%-os mértékben. Ez azt jelenti, hogy nem veszíti el az értékét ez az életkezdési támogatás a gyerek 19 éves koráig, tehát reál értéken nőni fog, de akinek van egy kis megtakarított pénze, és havi szinten maximum 5000 forintot hozzá tud tenni ez az életkezdési támogatáshoz, akkor ez 19 év alatt több millió forint megtakarítást jelenthet egy családnak. A tájékoztatón Simon Miklós kiemelte, a kormány tovább segíti a gyermekes családokat azzal, hogy a gyedet 2 évig, a gyest pedig további 1 évig azok a kismamák is igénybe vehetik, akik visszamennek dolgozni. A munkáltatóknak is segítséget jelent, azért, mert a kismama munkába állása után 3 évig nem kell szociális adót fizetni a munkáltatónak, és az 4. és az 5. évben pedig a szociális adó mértéke 50%-ra csökken. A politikus hozzátette, a döntés 64-65 ezer embert érint Magyarországon, a cél pedig, hogy segítsék a gyermekvállalást, megállítva ezzel a demográfiai problémákat. A Jobbik szerint torz a kormány költségvetési szemlélete. Kis Sándor országgyűlési képviselő nyíregyházi tájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, a felcsúti kisvasút fejlesztésére 200 millió forintot tudnak költeni, míg a Dombrád-Balsa közötti hasonló vasútvonal állag megóvására nem jut forrás. A Jobbik sok módosítást adott be a jövő évi költségvetés tervezetéhez. Ezek között szerepelt Kis Sándor országgyűlési képviselő egyéni javaslata is, amely a jelenleg nem üzemelő, de a későbbiekben turisztikai célra alkalmas Dombrád és Balsa között meglévő kisvasút állag megóvására különített volna el forrásokat. A módosítást nem szavazta meg a kormány többség azzal az indokkal, hogy akkor nem lesz elég forrás a nemzeti konzultációra. A politikus szerint nem megfelelően súlyoz a költségvetés, hiszen a fejlettebb régióban lévő felcsúti kisvasútra mégis tudnak 200 milliót költeni. Én 100 millió forintot szerettem volna az egész országra vetítve, hogy azok a forgalom, azok a nem üzemelő kisvasutak, egyébként nem csak Nyíregyházán van ilyen, az ország más területén is, hogy azok ne pusztuljanak el. És úgy gondolta a kormányzat, hogy erre nem kell 100 millió forint, de 1600 millió forint kell a konzultáció. Azt látjuk, hogy a kormány nem találja megfelelő súlyokat. Tehát felcsútra 200 millió forintot fordít ugye kisvasút fejlesztésre, ahol már ugye stadion van, meg egyebek, nem kell erről beszélnünk, de itt a tényleg hátrányos helyzetű vidékeken még azokat az értékeket, amiket ugye apáinktól, nagyapáinktól kaptunk, gyakorlatilag azt is hagyja pusztulni. A politikus elmondta, hogy a Jobbik a kiegyensúlyozott fejlesztést tartaná reálisnak, ahol az elmaradott térségek élveznének elsőbséget, és oda jutnának a források, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Az eddiginél is hatékonyabb együttműködést szorgalmaz a katasztrófavédelmi főigazgató. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. 24 napkollektort és 48 napelemet helyeztek el a Tiszabercelli Középiskola kollégiumára. Az energetikai korszerűsítés egy uniós projektnek köszönhető, tájékoztatotta a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ projektreferense. A maximumot hozta ki az elmúlt hétvégi dupla fordulóból a Fátum Nyírsuli NRK együttese. Balázs István tanítványai előbb az MTK otthonában nyertek 3-1-re, majd több játékosukat nélkülözve Kaposváron győztek 3-2-re. A nyíregyházi csapat jelenleg a 3. helyen áll az NB1 tabelláján. Az eddiginél is hatékonyabb együttműködés érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője konzultációra hívta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkéntes tűzoltó egyesületek képviselőit. Bakondi György altábor nagyszerkesztőségünknek elmondta, a katasztrófavédelem felkészült a téli időszakra, amivel együtt jár az információs rendszer megerősítése is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő 25 egyesület közül 19 képviseltette magát a megyeházán megtartott megbeszélésen. Itt elhangzott, az önkéntes tűzoltó egyesületek elsődleges feladata a hivatásos tűzoltó egységek támogatása és segítése, de bizonyos esetekben önállóan is beavatkozhatnak. Bakondi György elmondta azt is, felkészült a katasztrófavédelem a téli időszakra, ehhez pedig az információs rendszer megerősítése is folyamatban van, a gyors lakossági tájékoztatás érdekében. Ennek
több lépése van. Talán önök is emlékeznek, amikor a Dunai Árvíznél önálló rádiót működtettünk, és folyamatban van, egy-két héten belül bejelentjük és elérhetővé tesszük olyan telefonokra letölthető módszerek, vagy hát mondjuk úgy, hogy szoftvereknek a alkalmazását, amire a mindenkori legfrissebb információk, veszélyhelyzetek kapcsolatban juthatnak az emberekhez, azért, hogy ki a saját és a családja biztonsága érdekében is meg tudja tenni azt, amit ilyen helyzetben meg kell tenni. Az elmúlt közel két évben végbe menő szervezeti átalakítás pedig rugalmasabb és hatékonyabb beavatkozást hozott a katasztrófa helyzetekbe. Erről a megyei közgyűlés elnöke beszélt. Az önkormányzatok részéről természetesen partnerséget ajánlottam a szervezetrendszernek, hiszen a helyi társadalom támogatása nagyon fontos, hogy ezeket a katasztrófákat megfelelő időben el tudjuk hárítani, de kell egy olyan szervezeti váz, egy olyan jó struktúrás szervezeti váz, aminek a kialakítása elkezdődött, és egyre professzionálisabbá válik a szervezet, de már az eddig megtett munka is jelentős eredményeket adott. Az országos közút és gyorsforgalmi hálózatot üzemeltető szervezeteknél bekövetkezett változások értelmében az Állami Autópálya Kezelő ZRT a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltető és fenntartási tevékenységét a közútkezelői tevékenység ellátásához szükséges eszközökkel és munkavállalókkal együtt november 1-én átadta a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nek, amely gyorsabb beavatkozást jelent egy nagyobb hóhelyzet kialakulásánál. Csütörtök délután 11 után érkezett riasztás a nyíregyházi tűzoltóság ügyeletére, hogy Nyíregyházán egy bútorgyártással foglalkozó cég 2000 négyzetméteres üzemcsarnokában tűz keletkezett. A tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, mert feltételezhető volt, hogy a lángok esetleg átterjedhetnek a szomszédos raktárakra is. A tüzet sikerült időben megfékezni. A helyszínen közel 60 fő beavatkozó állomány vett részt a tűzoltásában, az utómunkálatok több órát vettek még az oltást követően igénybe, a tüzet egy óra hosszáig oltották közel a tűzoltók, 6 vízsugárral, 2 vízágyúval folyamatosan támadták a lángokat, a helyszínen magasból mentő járművel, létrával, felülről is folyamatosan figyelték a helyszínt, nehogy a szomszédos üzemcsarnokokra is átterjedjen a tűz. Huszonnégy nap kollektort és 48 napelemet helyeztek el a Tiszabercelli Középiskola kollégiumára. Az energetikai korszerűsítés egy uniós projektnek köszönhető, tájékoztatotta a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ projektreferense. Tóth Attila kiemelte, amint egy 231 millió forintos pályázati forrásból nem csak a Tiszabercelli kollégiumot, hanem egy Ibrányi intézményt is korszerűsítettek. A Tiszabercelli kollégium teljesen új külsőt kapott, az épületet hőszigetelték és a nyílászárók üvegeit is kicserélték. A felújítási munkálatokat ez év nyarán kezdték el, ám a mintegy 231 millió forintos pályázati forrásból nem csak a Tiszabercelli kollégiumot, hanem egy Ibrányi intézményt is korszerűsítettek. Volt már egy első kivitelezési ütem, az még nem a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ égisze alatt zajlott, és ezen második ütem keretében itt a Tiszabercelli intézményességben a kollégium komplett felújítása zajlott, napelemek, napkollektorok elhelyezésével, aztán teljes homlokzati hőszigeteléssel, a nyílászárók üvegezésének cseréjével és a tetőhéjazat teljes felújításával együtt, és jaj, bocsánat, ki ne hagyjam, 7 darab kondenzációs modern gázkazán is beépítésre került a korábbi gázkazánok helyett, tehát azt hiszem, hogy komplex energetikai felújítás minősíthető így az a projekt. A Tiszabercelli átadó ünnepségen jelen volt a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára is, mivel az intézmény a szaktárcához tartozik. Simon Attila István arról szólt, a vidék fejlesztésére a kormány a következő években is nagy hangsúlyt fektet majd. A kormány elfogadta a Nemzeti Vidék Stratégiát, amely egy 2020-ig terjedő program, és abban azonban meglehetősen jól kiolvashatóak az irányok, és kifejezetten itt Tiszabercel és környékének, mint kistérségnek a fejlesztését, a munkahely teremtési és az embereknek a boldogulását elősegítő fejlesztésekre kívánjuk helyezni a hangsúlyt. Az átadó ünnepségen elhangzott, az iskola vezetése további fejlesztésekben gondolkodik.
Hernádi Judit mesélt és énekelt a közönségnek a Rotary Klub jótékonysági estjén Nyíregyházán. A szervezők a Mesék rólam, rólad című est bevételét a nyíregyházi gyermekek javára ajánlották fel. A rendezvényen a dalok szerzője Heilig Gábor is közreműködött. A Nyíregyházi Rotary Klub rendszeresen szervez jótékony célú programokat annak érdekében, hogy legfőbb vállalásához a jó szándékon alapuló humanitárius szolgálathoz anyagi eszközöket szerezzen. Az emberek közti megértést és a segítőkészség ideáját képviselő nagymúltú világszervezet nyíregyházi csoportja ezúttal ifjúsági programjainak finanszírozására gyűjtött. Programjaink támogatására szeretnénk felhasználni az estnek a bevételét. Több programot terveztünk erre a Rotary évre. Szeretnénk egy tapintható, láthatatlan fantázia névre hallgató domborművet készítetni, ahol a belvárosnak a nevezetességeit láthatóvá tesszük a vakok és gyengéglátók számára. Egy másik programunk során szeretnénk egy játszóteret felépíteni, amelyet fogyatékelők is használhatnak. A rendezvény előtt adták át a Nyíregyházi Down Egyesület számára azt a 3000 eurós támogatást, amelyet a szervezet német partnerklubja ajánlott fel. Így a Rotary Klub segítségével épülhet meg az Egyesület régóta tervezett fejlesztő játszóparkja a megyeszékhelyen, a Csodavár korai fejlesztő centrumban. A jótékonysági esten Hernádi Judit leginkább olyan dalai csendültek fel, amelyek a szerelemről szólnak, s neki írták azokat. Az örökzöldekből, sanzonokból, blúzokból kötött csokrot, versek, mesék, történetek tarkították. A sokoldalú művésznőhöz nagyon közel áll a pódium műfaja is, bár szerinte nem könnyű azokat a dalokat énekelni, amelyeket személyesen neki írt a szerző. Ha azt lehet mondani, annyiból nehezebb, hogy nincsen kitalálva, hogy szólaljon meg, vagy hogy, mert egy meglévő számot, azt már az embernek van a füle, hallotta már mástól énekelni, és akkor ahhoz tud idomulni, tudja, hogy ahhoz képest hogyan szeretné. Ezek teljesen szűzek. Az est vendége az elhangzó dalok legtöbbjének alkotója Heilig Gábor volt, aki a saját maga által sikerre vitt szerzemények előadójaként is közreműködött. Én úgy tudok és úgy szeretek a legjobban dalt írni valakinek, hogyha egy picikét, vagy nagyon, vagy közepesen, valamilyen formában ismerem. És mivel a Jutkával elég régóta vagyunk barátságban, úgyhogy azt hiszem, hogy ismerem elég jól, tehát körülbelül el van kapva az a világ, amit én úgy gondolok, hogy neki a legközelebb, ami hozzá a legközelebb álló. A Rotary Klub tagjai a közeljövőben is tervezik jótékonysági estek szervezését, emellett folytatják a Tudás mindenkinek című előadás sorozatukat a Nyíregyházi Főiskolán. A maximumot hozta ki az elmúlt hétvégi dupla fordulóból a Fátum Nyírsuli NRK együttese. Balázs István tanítványai előbb az MTK otthonában nyertek 3-1-re, majd több játékosukat nélkülözve Kaposváron győztek 3-2-re. A nyíregyházi csapat jelenleg a harmadik helyen áll az NB1 tabelláján. Két győztes mérkőzésre zárta az elmúlt hétvégi dupla fordulót a Fátum Nyírsuli NRK együttese. Az NB1-ben szereplő nyíregyházi női röplabdázók előbb az MTK otthonában nyertek 3-1-re, majd Kaposváron arattak bravúrosnak nevezhető 3-2-es győzelmet. Balázs István edző igazi maximalistaként elfogadott volna még egy pontot, de természetesen abszolút elismeri játékosai teljesítményét. A maximum az lett volna, hogyha 6 ponttal jövünk haza ebből a két mérkőzésből, de a megszerzett 5 pont erőn felüli teljesítmény az előzmények ismeretében, sérülések, betegségek ismeretében csúcs teljesítmény, ismétlem az 5 pontnak a megszerzése, az, hogy tudtunk nyerni az MTK ellen Budapesten és Kaposváron is meg tudtuk ismételni ezt a játékunkat, sőt talán még jobban játszottunk, és ott egy 3-2-es győzelem sikeredett. A Fátum Nyírsuli NRK a tavaly elért 5. hely megszerzését tűzte ki célként, de a 3. helyen állva eddig a várakozásnál jobban teljesít a csapat. Messze várakozáson felül teljesít a csapat, és nagyon jó eredményeket ér el. 12 mérkőzés került lebonyolításra, már 12 fordulót játszottunk. A gondjainkat, problémáinkat jellemzi, hogy a 12 fordulóból gyakorlatilag
kétszer ugyanabban az összeállításban nem tudtunk játszani. Meghatározó emberek váltak ki a csapatból. Habotos Fruzsina kiválásával tisztában voltunk a hatodik forduló után. Azt megelőzően az Erdősné nem játszott két fordulón. Keresztül utána jött a Roma Flórának a sérülése, Hensbergernek a sérülése, Andrejkovicsnak a sérülése, legutolsó fordulókban újra a Erdősnének a sérülése. Tehát gyakorlatilag minden mérkőzésre más összeállításban kellett pályára tegyem a csapatot, és nem amiatt, mert valaki gyenge formában volt, hanem ahogy már említettem, a sérülések és a betegségek okozták ezt a problémát. A hétvégén nincs forduló az NB1-ben, a jövő hét közepén a TF ellen kupameccset játszik majd a Nyíregyházi gárda, amelynek most nem jött rosszkor a szünet. Nagyon bízom benne, hogy a sérültjeink, tehát a Erdősné, a Roma Flóra és a Hensperger is már a hétvégére hadrafogható lesz, újra edzésbe tudnak állni. Nem akarom én lebecsülni ezt a TF elleni mérkőzést, úgy gondolom ezzel együtt a TF jobb csapat, mint mi vagyunk. Szeretném, hogyha ezen a mérkőzésen már egy-két játszma erejéig azt a csapatot tudnám pályára küldeni, amely csapattal szeretnénk sikeresen megvívni a következő hétvégi fordulót, amikor itthon játszunk pénteken a Veszprém ellen, és vasárnap pedig Budapesten a Palota ellen. A női röplabda NB1 tabellájának élén a 28 pontos TF áll, megelőzve a 26 pontos Vasast és a 23 pontos Fátum Jésuli NRK-t. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Több intézményt is működtet a görög katolikus egyház Hodászon. Az óvoda 4. születésnapján részt vett Kovács Zoltán felzárkózásért felelős államtitkár, aki szerint az egyházak hatékonyan tudnak segíteni a hátrányos helyzetű településeken. A segélyezési rendszer átalakításával, a foglalkoztatáspolitikai reformokkal, valamint az új Széchenyi terv pályázati forrásai révén a kormány sokat tett a segítő munkát végzőkért és a segítségre szorulókért egyaránt, hangzott el egy nyírbátori rendezvényen. Az elmúlt 3 évben közel 6 milliárd forint költségvetési forrást biztosított a kormány tanyafejlesztésre. A programban elsősorban az utak rendbetételére, villamosításra és termelői piacok kialakítására pályázhattak az önkormányzatok, illetve a tanyagazdák. Ez volt a Kölcsey Televízió híradója, amelyet az interneten is megtekinthetnek weboldalunkon. Pénteken is lesz híradó, ha szokott időben este 7 órakor várjuk Önöket a képernyők elé a legfrissebb hírekkel. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, kisebb esővel, csendes, átlagos hőmérsékletű őszi idő várható. Éjjel többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, szitálás néhol előfordulhat. A szél mérsékelt marad, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többnyire erősen, majd változóan felhős idő várható, néhány órára a nap is kisüthet. Számottevő csapadék nem valószínű, csak jelentéktelen szitálás, kisebb eső lehet. A szél mérsékelt marad, délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén és a jövő hét elején anticiklon hatására folytatódik a nyugodt őszi idő, viszont az ország nagy részét alacsony szintű rétegfelhőzet borítja majd, több helyen párás, néhol tartósabban ködös lesz a levegő is, napsütés egyre kevesebb helyen lehetséges. Számottevő csapadék és erős szél azonban nem várható, csupán szitálás alakulhat ki, a hőmérséklet pedig a sok évi átlag körül, általában 7-8 fok körül alakul délutánonként. A jövő hét közepe tájékán változékonyabb, de ismét enyhébb időre van kilátás. Derűs napot kíván a pénzügyekben is a Szabolcs Takarék Szövetkezet.